Sziasztok, kedves csoporttagok! Megint egy rendhagyó élővel jelentkezünk itt csütörtök este, ötöd magammal, szóval öten állunk itt a kamera előtt, itt a kertünkbe, és mi is ennek az egésznek az apropója, egy legújabb nőknek szóló workshopnak a beharangozója. Annyit elárulok, hogy augusztus 7-én lesz, és 13:30-kor fog kezdődni, de hogy miről is fog szólni, és hogy miért vagyunk itt ötten, erről mindegyikünk el fogja mondani, amit ugye már írtam a beharangozóba, hogy ki mit hoz a tarsolyába, és ez hogy is áll össze egy egész szép. Akkor át is adom a szót először Balázs Ildikónak, a La Femme, illetve a Stellának a fotósának, aki ezt az egészet kitalálta, felkarolta, és aki ebből pedig majd tovább fűzzük, hogy hogy alakult ki ez az egész. Sziasztok! A kitalálás az egy picit idegen dolog, mert én már tapasztaltam egy ilyen napot, eddig ugyancsak egyet, de az olyan nagy hatással volt még rám, és hiába csak fotósként voltam ott, hogy azóta azon dolgozok, hogy ezt meg tudjam saját szervezésbe is valósítani. Lányok jöttek, csapatépítő jelleggel, mindenki nagyon jól érezte magát, sminkek voltak, ruhák voltak, gyakorlatilag minden olyan dolog, ami most így, ugye a La Femme által, hármunk által egyébként is képviselve van, és ahhoz, hogy egy picit fűszerezve legyen az a történet, még két plusz embert, két plusz szakember bevontunk a dologba, és eljött a napja, hogy igen, ezt most meg tudjuk valósítani, és át tudjuk adni, és hogy az egésznek a tematikája, a témája, az apropója mi is, és hogy a szakember ezt hogy képviselni, azt már maga már mondja. Bemutatom nektek, vagyis, hogy már szerintem ismeritek, Tatainé Földvári Mártit, akivel már élőztem nagyon sokszor, meg ugye a médiában is aktívkodik, illetve a saját csoportját is építi. Ő ugye család és párterapeutaként dolgozik, és ezen a nőknek szóló workshopon ő lesz a szaki, hogy így szépen mondjam konyha nyelven, de hát úgyis nőknek szól, nektek. Ő fogja a nőiségről beszélni, de akkor át is adom neki a szót, hogy akkor mi is lesz a témája. Sziasztok! Tehát hogy is kerülök ugye én ebbe a helyzetbe bele? Egyrészt ugye tényleg ugye elég sokat élőztünk, és ugye az élőben is olyan témák voltak, ami én azt gondolom minden nőt érdekel. Másrészt pedig ugye fotózáson is részt vettem, és hogy mind a két helyzetben azért elég sok nővel találkozok, illetve ugye Nellinél szoktam vásárolni, és itt is különböző élethelyzetben lévő nőkkel találkozok, vannak egyedülálló anyukák, családos anyukák, több gyerekes anyukák, özvegyek is, és hogy ez egy nagyon meghatározó volt, amikor pont egy olyan helyzetben voltam, hogy amikor egy olyan hölgyel beszéltem, aki már egy éve özvegy volt, és ugye egyrészt kérdezett, hogy hogyan lehet megkeresni a nőt, és hogy mi nők állandóan változásban vagyunk, eleve ugye van egy életciklus, amiben fejlődünk és változunk, és hogy minden életszakaszban meg kell találnunk a nőt, és hogy erről ez gyakorlatilag szól, hogy milyen az, amikor anyukák vagyunk, és ott hogyan találjuk meg magunkat, mint nőt, feleségként, hogyan tudunk nőként lenni, hogyan tudunk, akár hogyha egyedülállóak vagyunk, hogy hogyan tudjuk megtalálni magunkat nőként, milyen az, amikor a nagymamaságra készülünk, és abban is, hogy nagymamák is vagyunk, rengeteg szerepünk van, erről lesz egyrészt szó, és hogy nagyon interaktív lesz, tehát hogy bátran lehet kérdezni, és tényleg szemtől szembe vagyunk, meg test közelben is. Úgyhogy várom majd a kérdéseket, és nagyon készülök. Másrészt pedig a másik nagyon fontos része, hogy a változó korban is, hogy hogyan tudunk megmaradni nőként, hogyan funkcionálni. Egy dolog itt nagyon eszembe jutott, hogy beszéltem egy 50 pluszos nővel, és hogy voltunk egy ilyen női csoportban, és hogy fú, hogy 50 után már nem úgy működik semmi, és mondta ez az 50 pluszos. Na, hogy higgyétek el, az 50 nagyon-nagyon jó, az egyik legszebb életszakasz, és hogy engem ezzel úgy feldobott, úgy örültem neki, hogy... Szerintem mindenkit, mert 40-esek vagyunk, jó Dóri, nem? Erről is lesz szó, hogy tényleg hogyan tudunk nőként megvenni, és hogy keressük a magunkat, ugye. Minden háttérrel, minden körítéssel együtt igazából, amit mi meg szeretnénk mutatni nektek, az az, hogy ott a lehetőség arra, hogy vagy újra, vagy folytatólagosan ismét működjünk, és működjetek, hogy meg kell találni. Így van. És akkor már Andinak át is adom a szót, Szórát Pontér Andrának, akivel élőztem szintén már, de is van mindenkivel amúgy, és ő pedig az Én Idő Centrumot építette fel, vagy építgeti, ugye saját vállalkozásaként, és ő is jelen lesz ugye ezen a nőknek szóló workshopon, nektek szóló workshopon, de hogy mivel is, ezt Andi áruld el, légy szíves. Igen. Szóval, hogy én egy Én Idő Centrumot hoztam létre, ami nem is egy masszázsszalon, inkább egy egészségvédő, egy egészségmegőrző kezelő központ.
és első célcsoportom a nő volt. Három gyerekes anyaként, elhagyva a közigazgatást, én is kerestem magam, meg is találtam, de dolgoznom kellett magamon, ahhoz kellett közösség, kellettek szakemberek, és kellettem én. És kellettek az én doTERRA olajaim, úgyhogy elég sok időbe, energiába tellett, mire én aromaterapeuta lettem, és ezeket az érzelmi olajakat fogom elhozni nektek, illetve azokat a tapasztalásokat és azokat az élményeket, amelyeket ezek az érzelmi olajok váltottak ki. Mindenkinek tudok majd biztosítani illatélményt, és egyéni illat doTERRA keveréket fogunk készíteni, melyet mindenki hazavihet magának, hogy érzelmileg egy kicsit töltse magát azokban a percekben, pillanatokban, amikor éppen elbizonytalanodnak, illetve ezeket a szép emlékeket fel tudja majd eleveníteni, amikor a nehéz napokban kell egy kis töltés. Ez tök jó hangzik. És akkor utána, mikor mindez már a workshopon ugye lezajlik, akkor jön, lelkileg igen, megvan a töltés, akkor Dóri pedig arcunkat tölti, de nem úgy, ahogy ti gondoljátok, hanem megmutatja a sminket, mert azért ott még nem tartunk, mert szerintem az azért nem kell. Tehát nem tűvel fog tölteni, hanem ecsettel. A hatás így van. Az abszolút meg lesz így az van. Arcunkon. És akkor bemutatom Dórit, Varga Dórát, akivel szintén élőztem, és a Lafemnek a sminkese. Dolgoztunk már együtt, smink workshopot is csináltunk együtt, meg ugye majd lesz is. És akkor Dóri elmondja, hogy mi lesz ezen a workshopon, tulajdonképpen ezen a Keresd a nőt magadban workshopon. Igen, a Lafem fotózáson azért nagyon sokszor találkozunk, sokat tapasztalunk, sok nővel találkozunk. És mindig folyton felmerül a kérdés, és jön a tapasztalás, hogy nem nagyon sminkelnek a nők a hétköznapokban. És talán egy picit erre is szeretnénk mind a workshoppal, mind a lefem fotózással, és főleg ezzel a szuper én idő nappal majd nektek egy ilyen lehetőséget biztosítani arra, hogy ez valóban nem is egy olyan nehéz és időigényes dolog, mert hogy sokszor az idő az, amit a hölgyek mondanak nekem, hogy nincs rá reggel időm. Van még sok más egyéb kifogás, és esetleg, hogy férfiaknak nem tetszik, vagy nem jó a technika. De legfőképpen abban megegyezhetünk, hogy az idő az, ami ugye a mumus reggelente. Viszont délután meg fogjuk nézni, meg fogom tanítani. Délután nem lesz mumus az idő. Nem lesz mumus az idő, lesz egy órán, amiben meg fogjátok tanulni, hogy egy szép, nappali, egyszerű, szépítő sminket hogyan tudtok gyorsan reggelente felkenni magatoknak, technikákat, kulisszatitkokat árulok el, lehet kérdezni, segítek, végig ott vagyok, ti fogjátok csinálni a saját arcotokon, én segítek, mutatom, irányítom, és kérdezünk, és beszélgetünk egymással, úgyhogy nagyon szuper lesz, meg fogjátok tudni utána csinálni a saját sminketeket, úgyhogy ezzel megbezárjátok a lelki oldalát, és kinyitjátok azt, hogy akkor a külsőn is hogyan tudjuk ezt megjeleníteni. És akkor amikor Dórival sminkeltek, akkor ugye a külsőt tovább fokozzuk, övé az arc, enyém ugye a ruha. Akkor én meg közben elfigyelgetek mindenkit, így napközben ráhangolódok mindenkire, amúgy tényleg így rárezgek az emberekre. És akkor kiválasztok egy-egy sztellás ruhát, amiben majd a végén Ildi csodaszép fotókat csinál rólatok. Egy ruha lesz, mert így most időhiány miatt nyilván egy ruha fog beleférni, de az teli találat lesz, és készül mindannyiótokról majd szuper fotó. De akkor ezt mondja el Ildi. Hát igen, az egész napnak a finálé gyakorlatilag, amikor már a testi-lelki töltődés megtörtént, az, hogy emlékezetessé is tegyük ezt a dolgot, és úgy menjetek haza, és mondjuk a smink lemosása, meg az öltözék, a ruha levétele után azért mindenképpen magatokba hordozva azt, amit a Márti adott nektek, másnap smink nélkül is úgy keljetek, hogy nagyon gyönyörű szép fényképek az egészről. Oké, nem lesz meg másnap, ezt már most elárulom, de aznap, amikor már mindenki feltöltődött, én ezeket a pillanatokat meg fogom örökíteni. Egyébként menet közben is. Meg a lelkükbe tovább ott ilyen kis paparazzó módjára valószínű, a kis vör vagy képeket csinálni fogom, de ami biztos, hogy az egész nagy maszlag részeként, fináléjaként mindenki kap tőlem kettő darab professzionális fényképet, a saját kis komfortzónáján belül természetesen, amit utána én otthon retusálok, és digitálisan el fogom küldeni mindenkinek az e-mail címére, tehát lesz a napról egy, és önmagáról, és arról a nőről, akit mi újjá próbálunk teremteni azon a napon, egy gyönyörű szép fényképe is, ami utána reméljük, hogy a többi napon is ugyanúgy motiválja majd arra, hogy
és akkor szabad ne feled. De már hallom lelki szemeim előtt, ahogy mondjátok otthon, hogy jó, ez nagyon jó hangzik, de rólam nem készül jó fotó. Nem tudom, hogy ki kell beállni. Tehát fog. Mindenkiről lesz, ugye? Természetesen gyönyörű nagy terünk lesz az egészhez, gyönyörű lemenő napunk, mire eljutunk odáig. Körülbelül 6 óra magasságában fogom én megkapni a delikvenseket, tehát minden adott lesz ahhoz, hogy a képek azok gyönyörűek legyenek, hiszen ti is gyönyörűvé fogtok már a világban is, hogy a komfortzónán kívülre tudjuk jutatni az embereket. Hát és megpróbáljuk, célunk lesz. Felmászok a fára, és azt a perspektívát fogom, hogyha használtam jónak, és tényleg olyanok lesznek a fotók, hogy utána már elmondhassátok magatok, hogy na hát, eddig lehet, hogy nem készültek jó fotók, de most ez megszáll. Vagy hogy nem gondoltam, hogy mikor ugye valaki mondja, hogy nem gondoltam, hogy belőlem is ki lehet ezt hozni, de mindenkiben ott van. Nincs, hogy valakiben nincs benne, ott van, csak majd a szép nőt, amit meglátok, azt tudják tényleg, hogy ez a legfontosabb. Mert mit mondtunk egyszer már, azt hiszem, hogy valahol mondtuk egy élőben, anya rendben van, akkor a család is rendben van. Ez tényleg így van, legyen ez a végszó. Még annyi, akkor meg fogom osztani eseménybe is. Augusztus 7 a dátum. 1:30 a kezdés, azt tuti. 19.900 forint lesz mindez, de le fogom ezt majd egy eseményben írni hosszabban. De azért így láttátok nagyjából, hogy mennyi minden van benne. És itt lesz nálunk Szolnokon, tehát Szandán itt, ahol lakom, a Stellánál. És akkor így nem kell messzire mennetek, úgyhogy szerintem ez egy tök jó, kényelmes nap lesz. Ha esetleg nem lesz annyira rossz idő, vagyis hogyha rossz idő lesz, na már össze-vissza beszélek, este van, akkor még bent is lehetünk a nappaliba, tehát meg fogjuk oldani mindenben. Egyébként meg esernyivel is lehet tökött fotókat csinálni. Úgyhogy megoldjuk. Gumicsizma esernyő. Szemerkélő esőben. Így van. Úgyhogy megoldjuk. Éhen és sem fog ez is igaz, azon a délutánon maradni, és szerintem az is fontos még, hogy kell tudnotok azt, hogy vendégváró palackát is egészséges mindenféleképpen, mert az Andi annak is egyébként egy ilyen kis úttörője, az egészséges táplálkozás, de nem disznópörköltet fogok főzni, mint ahogy azt eredetileg elképzeltem bográcsba. Nem engedtük, de rozéfröccs lesz. Így van. Aki nem kocsiba jön esetleg. Valami roncsa azért. Szóval lesz üdítő, lesz kocintani való, és lesznek természetesen. És hatalmas énidő. Az biztos. Ilyenkor azt mondják, hogy egy csoport össze, ez tényleg így van, akkor azért jön össze egy idegenekből álló csoport, hogy a rezgés összeálljon egy énedben. Nagyon hiszek, mert ez mindig bejött, amikor bementem egy idegenbe. Milyen beginning of igen. Fognak ott éppen. Így van, úgyhogy gyertek, akkor eseményben megosztom, augusztus 7. Sziasztok! Sziasztok.